Ilyet vagy édes. Ez lesz az első. Hát egy kicsit talán. Ne félj tőle. Ha olyan fiúval vagyok, aki először csinálja, olyan, mintha nekem is az első lenne. Melyik oldalon akarsz feküdni? Ha jól csináljuk, akkor mindkét oldalon leszek. Na, gyere anyucihoz. Jobb lenne, ha nem használnánk az anya szót. Eszembe jut róla az anyám, és ez úgy szólván lehervaszt. Jól van. Hagyományos módon? Úgy is jó. Vigyázz! Jól van, édes. Csinálhatod. Mit csinálhatok? Amit csak akarsz. Senki nem tanított meg, mit kell csinálnod. De, a bátyám mutatott néhány dolgot, de te messze nem olyan vagy, mint a bátyám. Édes vagy. Voltam egyszer egy hasonló gimnazistával, hogy én abba mennyire beleestem. Figyelj, de ne sértődj meg. Nem azt akarom, hogy ez legyen életem legnagyobb élménye. Én egyszerűen túl szeretnék esni rajta. Akkor bízd magad nyugodtan Rovendra, édes. Csak annyi a dolgot, hogy átölelsz engem. Na, rajta. Ez az. Látod, most jól csinálod. Igen? Óvatosan, ne térdelj a gyomromba. Na, húzd már le a gatyád. Igen? Na, ugye, így jobb. Neked is jobb. Istenem! Na, nyugi, édes. Semmi az egész. Jaj. Te nem lélegzel. Lélegezz. Folyik az orrom. Na már jó. Ne hagyd abba, édes. Már mindjárt kész leszel. Jézusom! Jézusom! Sikerült, drágám. Megcsináltam. Megcsináltam.